A mai témánk a nagy francia forradalom hadművészete és annak hatása a 19. századi európai hadügyre. A nagy francia forradalom alapvetően változtatta meg a hadügyet is. Nyilván összefügg a társadalmi változásokkal. A társadalomban egy teljesen új berendezkedés vette kezdetét, hiszen ettől kezdve nem voltak nemesek és nemtenek, egyforma polgárok voltak, akiket a társadalom szinte beemelt a politika világába. Ha már nem voltak ebbe a világba, akkor nyilvánvalóan ki kellett venni részüket a hadakozásból, a hadügyből is, és ráadásul olyan fajta szellemiséggel, ami megint csak meghatározza a jövő háborúnak az arcát. Hiszen a francia emberek most már azért vívják a háborújukat, hogy megvédjék mindazokat a vívmányokat, amelyeket a forradalom alatt elértek, illetve megvédjék új hazájukat, az egységessé vált Franciaországot. Ezek mind olyan változásokat eredményeznek, amelyek megváltoztatják a csatatér arcát, megváltoztatják a katonai vezetők hozzáállását. Nem tudják a katonák, hogyan kell harcolni, hiszen a frissen szervezett francia hadsereg egy olyan tömeghadsereg, amelynek sem parancsnokai, választott parancsnokai, sem katonái nem igazán tudják azt, hogy milyen is a harcászat, milyen az a régi, hagyományos, klasszikus harcászat, amit használnak például a poroszok, vagy használt még az elődjük a régi rendszer, az Ancien Régime hadserege is. Hogyan is lehet ebben a rendszerben harcolni? Miként lehet megnyerni a háborút? Volt idejük a franciáknak, hogy felkészüljenek, hiszen 1792-ig nincsen háború, viszont ebben az időszakban nem is nagyon gondolkoznak azon, hogy milyen legyen a háború. Aztán 1792-ben elkezdődik az a háború, amely során Európa két talán legjobb hadseregével, az osztrák és porosz hadsereggel kell harcolniuk, amely azt mutatja, hogy bizony az első időszakban ez a francia frissibe felállított hadsereg, hát bizony leginkább csak menekült, nem igazán vállalt nagyobb csatákat, kisebb összeütközéseket is rendszeresen elvesztette. Ez egészen 1792. szeptember 20-áig tartott, a valami ütközetig, amelyet csatának neveznek, de igazából előrsi harcok voltak, némi tüzérségi támogatással persze a franciák meg is nyerik, és ez olyan óriási lendületet adott az ő tevékenységüknek, még politikai szinten is, hogy ettől kezdve teljes önérzettel úgy gondolták, most már a támadás lesz az, ami meghozza számukra a sikert. Vagyis az 1792-es győzelmekből levonják a következtetéseket, a rögtönzésekből megpróbálnak kialakítani valami teljesen új rendszert. A következő háborús évben, 1793-ban, kezdetben nem jönnek a sikerek, mert túlságosan nagy talán az elbizakodottság, minden esetre érzik azt a politikai és katonai vezetők is, hogy valamiféle rendszert kéne vinni a hadügyi szervezésbe, alkalmazásba. Szerencsére találnak egy kiváló embert, Carnot grófját, aki rögtön felismeri, hogy mit is lehetne tenni. Megfogalmazza a röviden tán pontokba összeszedve a következő javaslatokat. Először is tömeghadseregre kell összpontosítani, meg kell duplázni a francia hadsereg létszámát. Másrészt, ha támadnak, tömegesen kell alkalmazni a gyalogságot, tömeges tüzérségi támogatással, és mindig azokon a pontokon, ahol a döntést el akarják érni. Rávilágít arra is, hogy a parancsnoki példamutatás meghatározza ezek előtt a lelkes emberek előtt. Tehát a parancsnoknak mindig ott kell állni a zászlajok alakulataik élén és vezetni a harcot. Nagyon fontos az is, hogy támadjanak. Tehát úgy fogalmaz Carnot, hogy a francia népléleknek ez felel meg leginkább, ez az aktív tevékenység, ekkor tudják igazán megmutatni a valós képességeiket. És valóban erre törekszenek mindenhol, ahol a francia hadsereg megjelenik, tömeggel jelenik meg. De mitől lesz a bázis? Mitől lesz az utánpótlás? Ez biztosítja majd 1793 nyarától a jakobinus diktatúra, az eszmeiség, amit aztán hozzákötnek egyfajta kötelezettséghez is, miszerint minden francia férfi embernek 18 éves kortól katonának kell lenni. Tehát több 10 millió embert írnak össze, vagyis a hadsereg részére a tartalékok kifogyhatatlanak. Ettől kezdve a parancsnokok valóban merészelhetnek bármilyen olyan akciót indítani, amely akár kétséges is, a győzelem, ha el is marad, a veszteséget pótolni tudják, és tudják folytatni a támadó hadjárataikat. Tehát ez a fajta utánpótlás, rendszer, ez a bázis biztosítja azt, hogy a parancsnokok bátran merjenek vállalkozni, és ráadásul nyilván van egy olyan rendszer is, miszerint, hogyha a parancsnokok nem vállalkoznak, vagy vereséget szenvednek, vagy egyáltalán rájuk fogják azt, hogy nem akarnak hatékonyan vezetni, akkor bizony elég hamar megrövidülhetnek egy felel valóságban, és nem csak képletesen. Vagyis ez lesz tulajdonképpen az alapja a francia sikereknek, és ráadásul egy olyan hadsereg élén teszik ezt a tábornok, amely hadsereg katonái alig 2-3 hete szolgál, akik nem ismerik a régi rendszert, nem ismerik igazából még a fegyvereiket, se igazán tudják kezelni, nem ismerik a vonalharcászatot, azokat az alkalmazásokat, amik korábban a francia hadseregre jellemzőek voltak.
A közel 1 millió főt számláló hadsereg felszerelése azonban igen nehéz feladat volt a gazdaság számára. 1777 óta ugyan létezett olyan puska, amely alkalmas lett volna arra, hogy ilyen mennyiségben gyártsák, azonban a korabeli gazdaság nem igazán tudta még a szabványosításnak megfelelő alkatrészeket előállítani. Jean-Baptiste Grivoval, aki a francia tüzérség korszerűsítésével nagy lépést tett előre, ugyanúgy a puskák esetében is megpróbálta alkatrészenként gyártatni az eszközöket. Erre a francia hadipar nem volt alkalmas, ezért tulajdonképpen, amikor a forradalmi háborúk kitörnek, akkor megfelelő fegyver nem áll rendelkezésre. Nem véletlen, hogy Carnot például 500 ezer lándzsát rendel a francia fegyvergyáraktól, hogy helyettesíteni tudja a puskák mennyiségét. Ez tulajdonképpen valamennyire meg is felelt a francia forradalmi hadseregnek, hiszen a lándzsa a szuronyrohamra alkalmas, hisz lövészeti kiképzést a katonák egyébként sem kaptak túl sokat. Ládet. Ergreif die Patrone. Pulver auf die Pfanne. Schwenk zur Ladung. Patrone in Lauf. Ladstock in Lauf. Setz und versorg den Ladstock. Schultert. Fertig. Schlagt an. Feuer. De mi is volt annyira különleges ebben az 1777-es mintájú puskában? Ez az 1777-ben rendszeresített fegyver lett későbbiekben, egész 19. század első felében az európai nemzetek számára a mintafegyver. Amit itt látnak a kezemben, ez egy osztrák változata ennek a puskának, szinte szolgai másolatának tekinthetjük. Ez a fegyver 1798-tól lett rendszeresítve az osztrák hadseregben, de az osztrák hadsereg lassúságát figyelembe véve azt mondhatjuk, hogy közel 10 évet vett igénybe, ameddig a csapatokhoz teljes mértékben el is jutott. A fegyver kovászlakattal rendelkezik, ami azt jelenti, hogy a felporzó lőport az acél és a kova által adott szikra gyújtja be. Ennek megfelelően a fegyver igen érzékeny volt az időjárásra. Esős napon a lövések 50%-a, 60%-a adott esetben nem sült el, de még egy normális harcra maximálisan alkalmas napsütötte napon is 25% elcsettenéssel kellett számolni. A fegyver sima csővel rendelkezett, amelybe egy közel 1,5 milliméterrel kisebb ólongolyót töltöttek, ami azt jelenti, hogy nem igazán volt pontos. 50-60 méter után az egy ember méretű célnak az eltalálása már problémát jelenthetett. A puskának a hossza úgy volt kialakítva, hogy 3 fő mélységű harcrenden keresztül is lehessen lőni, ami azt jelentette, hogy a cső az előre kellett, hogy érjen az első katonáig, hogy nehogy véletlenül egymást lőjék fejbe. Amint látható, ez a puska egy szuronnyal is rendelkezik, ezzel együtt közel 2 méter a fegyvernek a teljes hossza. Erre pedig azért volt szükség, mert nem csak tűzfegyverként, hanem vívfegyverként is használták, a csatát pedig nem lövészek döntötték el, hanem a régi klasszikus szuronyroham továbbra is. A diktatúra erőfeszítései meghozták a sikert a franciáknak, de nem csak a politikai vezetés hatalmas nyomás gyakorlása a társadalomra, hanem a katonai vezetők is egyre jobb teljesítménye. Carnot javaslatára kialakítják azokat a hadrendeket is, amik segítik a fegyvernemek együttműködését. Hiszen a fegyvernemek most már nem sematikusan, sablonosan mozognak, hanem egymást támogatva. Ezért jönnek létre Carnot javaslatára összeszűnt féldandárok, ahol a régi hadseregből maradt zászlójakat az önkéntes zászlójakkal vonják, majd 1793 vége felé már megalakítják azokat a dandárokat, amelyekben a gyalogzászlójakat tüzérség támogatja, legalább egy tüzérüteg, amely 6-8 löveget foglal magába, ugyanúgy lovasdandárokat szerveznek, és ezekből a dandárokból aztán összeállítják a hadosztályokat. Azon hadosztályokat, amelyek mindhárom fegyvernemből állnak, kellő önállósággal, mozgékonysággal rendelkeznek, és amelyeket a parancsnokai már megfelelő időben oda tudnak vezetni arra a helyszínre, ahol a többi hadosztályjal egyesülve meg tudják vívni azokat a nagy tervezett csatákat, amely a záloga a sikernek. Önállóság, gyorsaság, tömeg, ezek azok a jelszavak, amelyeket itt a francia forradalmi hadseregben érvényesíteni akarnak, és ez sikeres is. Persze nem tudnak minden embert felszerelni, sokszor vannak hiányok. Hogyan lehet egyáltalán azt biztosítani, hogy hadosztályok menjenek akkor, amikor például az utánpótlás elmaradt, vagy egyáltalán nincs is utánpótlás. Ezért alakítanak egy olyan ellátási rendszert, amely körülbelül úgy néz ki, hogy a hadosztály elindul, és menet közben beszerzik az élelmet, beszerzik a ruházatot, sokszor még a fegyvert.
fegyverzetet, lőszert is menet közben vásárolják. Tehát a francia hadsereg enyhén szóval is nem mutatott túlságosan egységes képet nagyon sokáig, de ez igazából a parancsnokot egyáltalán nem érdekelte. Nem érdekelte, hiszen a cél, a fő cél a győzelem volt, és ezt el is tudták érni nagyon sokáig. Persze, amikor a hátország nem tudta kellőképpen támogatni a hadsereget, amikor már főleg a jakobinus diktatúra bukása után a direktórium, a hivatalban lévő direktórium már nem olyan agilisan szervezi a hadsereget, bizony felmerülhetnek olyan helyzetek is, és felismerülnek, amikor ezt a tömeget már nem tudják biztosítani. De a fő elv megmarad, hogy azon a ponton, ahol győzni akarunk, ott több emberünk legyen, mint az ellenségnek. Ehhez viszont nagyon jó éleslátás kell, nagyon jó szem kell hozzá, nagyon jó hadvezér, és a franciáknak őrült szerencséjük van, mert 1796-tól a hadseregüket egy bizonyos Bonaparte Napóleon vezeti, akiben ezek a képességek megvoltak. Az ellenséget lábbal megverni. Talán ez volt Bonaparte Napóleon legfontosabb gyakorlata. A párhuzamos menetvonalak rendszere pedig éppen azt tette lehetővé, hogy az egymástól 30-40 kilométerre harctér, a döntő csata helyszíne felé menetelő hadtestek, hadosztályok, azok egymást nem akadályozva, gyorsan haladva egyszerre érhették el a harcteret. Ez a korabeli rendszerhez képest azért jelentett jelentős előnyt, mert hogyha egy hadsereg 4-6 teste egyetlen menetvonalon halad, akkor ez azt jelenti, hogy amikor megérkezik a nulladik napon az első hadtest, akkor a második hadtest csak a második, a harmadik, a negyedik pedig a negyedik napon fog tudni megérkezni a döntőcsata helyszínére. Ezzel szemben Napóleon rendszere szerint ezek a hadtestek mind egyszerre tudnak odaérni. A napóleoni hadművészetre jellemző, hogy a hadászat felülírja a harcászatot. Tehát annak az erőnek az érvényesülése, hogy azon a ponton, amelyeken győzni akar, nagyobb erővel jelenjen meg, mint az ellenség, ez nyilván elsősorban a hadászati művelet kérdése. A hadtestek olyan módon történő irányítása, hogy a megfelelő ponton, a megfelelő napon ott legyen mindenki. Ezzel lehet biztosítani azt, hogy a győzelemnek a legfontosabb feltétele az erőfölény érvényesüljön. Na most ez egy roppant nehéz feladat, hiszen a hadtestek mozgatása a kor infrastruktúrális viszonyai között igen komoly szervező munkát igényel. Ezért hozta létre Napóleon az úgynevezett táborkart. A táborkar feladata a hadtestek menetének a megszervezése. Az út menetvonalak kijelölése, a menetrend kijelölése, az időpontok meghatározása, az ellátás meghatározása, mindez óriási szervező munkát igényelt. Amikor már ott voltak a csata helyszínén, akkor nyilvánvalóan az a fajta rámenőség érvényesült, amely Napóleonnak a sajátja volt. A rámenőséget csak úgy lehetett érvényesíteni, hogyha a fegyvernemekben rejlő összes lehetőséget azonnal kihasználják. A gyalogság támad, a tüzérség támogatásával, a gyalogság sikerét a lovasság azonnal kihasználja, tehát a fegyvernemek harmonikus együttműködése, ez hozta meg általában a sikert. Ez az a módszer, ez a gyakorlat, ami szinte utánozhatatlan volt. A Kánóféle féldandárokba sorozott újoncok alkalmazása, harcéri alkalmazása persze korlátozott volt. Nem lehetett őket beleszorítani a korabeli vonalharcászat szabályrendszerébe, egészen más megoldásokat kellett alkalmazni. Egy Guillaume Duesme nevezetű tábornok írta le 1805-ben, hogy ezeket a katonákat igazából ilyen grand band, vagyis nagy tömegekben lehetett csak alkalmazni, ami nem jelentett más, mint hogy a zárt rendek, tehát a tapasztalt régi zászlóaljak elé kizavarták őket, engedték, hogy ők a saját rendszerük szerint, a saját szabályrendszerükkel élve tüzet adjanak az ellenségre, és amikor tulajdonképpen úgy érezték, hogy ez a lövöldözés már befejeződhet, elegendő volt, akkor hátrarendelték őket, és a régi zászlóaljak voltak, amelyeknek a döntést ki kellett volna, hogy csikarják. Ahogy ez a forradalmi francia hadsereg egyre tapasztaltabbá vált, úgy fejlődött a harcászata is. Sikerült már beépíteni azokat az 1770-es években már létező módszereket, amelyek tulajdonképpen a forradalmi háborúk alatt értek egy egészé. Már nem csak vonalban alkalmazták a katonákat, hanem létrehoztak belőlük oszlopokat. Ez azt jelentette, hogy a zászlóalj, a harcászat alapegysége, 6 századdal nem egymás mellett helyezkedett el, hanem ezeket a századokat egyenként egymás mögött, vagy pedig párokban egymás mögött helyezték el. Az oszlop könnyebben volt vezethető, gyorsabban, könnyebben mozgatható volt a harctéren, tehát tulajdonképpen egy dinamizmust adott a vonalharcászat alkalmazásával szemben. Vezethetőbbé tette a hadsereget. Ugyanakkor felismerték azt, hogy az oszlop egyéb védettséget is igényel. Kevesebb fegyver volt az, amely előrefelé tudott hatni, ezért elkezdtek csatárokat, ez a Duesme féle grand bandokat megszervezni ezek a zászlóaljak előtt. Ezek a csatárok, ezek tulajdonképpen önálló, kifejezetten lövészetre használt tirállőrök vagy lövészkatonák voltak, amelyeknek a feladata nem a csata eldöntése volt, vagy a harc eldöntése volt, hanem annak az előkészítése. Feladatok közé tartozott, hogy kicsalogassák az ellenség tüzérségének a tüzét, az ellenség gyalogságának a sortüzét, esetleg kilőjék a dobosokat, kürtösöket, tiszteket, zászlótartókat, és ezzel előkészítsék majd a zárt rendeknek a rohamát. Ezek a nyitott harcrendben küzdő katonák voltak a tirállőrök.
Ez a fajta könnyűgyalogos harcászat beépül a teljes európai hadügybe. Olyan mintát ad tulajdonképpen, amelyet egészen 1860-as évekig minden ország alkalmazni fog. A tirálőrök mellett könnyű lövegeket alkalmaztak, amely erősítette tűzhatásukat, de továbbra is ezeknek a csapatoknak a feladata nem igazán az volt, hogy maguk nekiruhanjanak és kézitusában döntsék el majd az ütközetet. A könnyű csapatok persze nem most jelentek meg a harctéren. Nagyon fontos részét képezték a 18. századi hadseregeknek is, de ott elsősorban harctéren kívüli tevékenységekre, portyákra, mélységi felderítésre alkalmazták őket, most viszont a harctéren került gyakorlatilag szervezett keretek közé a tevékenységük. Nem véletlen, hogy a francia gyalogezredek alapvetően kettőféle változatban léteztek. A hagyományos sorgyalogezredek mellett könnyű gyalogezredeket is létrehoztak, amelyek kiképzésben ugyanazt a feltételrendszert kellett, hogy teljesítsék, ugyanakkor jobban voltak alkalmazhatóak a rugalmas, könnyű harcmodorra. A francia forradalmi gyalogsági harcászatnak éppen ez volt az előnye, hogy ezeket a harccéli alakzatokat egy egészbe tudta gyúrni. Guibert volt az, aki az alapjait megteremtette, majd Bonaparte Napóleon volt, aki tökére fejlesztette. Ez azt jelentette, hogy a gyalogság mind oszlop, mind vonal, mind pedig csatárlánc harcászatot alkalmazott egyszerre a harctéren. A kevert harcrendben felálló gyalogezred centrumát az egyik zászlóalj 4 századából létrehozott fejlődött vonal adta. Ennek a két szárnyán helyezkedett el egy-egy zászlóalj rohamoszlopot formálva, a gránátos századokat kikülönítették és harcászati tartalékként alkalmazták, a voltizsőröket, vagyis a legkisebb termetű, de legtapasztaltabb katonákból álló 3 századot pedig könnyű gyalogosként csatárlánc alakítására használták fel. A vonal hatalmas tűzerőt tudott biztosítani, hiszen az összes katona szinte lövéshez tudott jutni, a csatárlánc megfelelően tudta előkészíteni az ütközetet, a harcot, az oszlop pedig alkalmas volt arra, hogy rohammal áttörjük az ellenség harcrendjeit. Az oszlopnak létezett egy különleges változata is, ezt tömegnek nevezték. Ez tulajdonképpen egy teljesen zárkózott oszlop volt, vagyis a katonák szinte egymás hátát érték. Ennek a feladata semmi más nem volt, mint a roham és az áttörés. A tömeg lehető legnagyobb alkalmazása a zászlóalj tömeg volt, ebben az esetben akár 12-14 vonalba fejlődött zászlóaljat helyeztek el egymás mögött. Ez az iszonyatos embertömeg volt hivatott a waterloo-i csatában például áttörni az angolok, a vöröskabátosoknak a vékony vonalát. Ha a harctéren az ellenség jelentős könnyű csapatokkal rendelkezett, ez lehetett könnyű gyalogság és természetesen könnyű lovasság is, akkor volt alkalmazandó a négyszög. A négyszög tulajdonképpen egy körkörös védelemre alkalmas alakzat volt, amelyet akár századonként, akár osztályonként, akár zászlójanként, de ezredenként is létre lehetett hozni. Természetesen a négyszögnek az oldalai minden irányba néztek, tehát az ezt megtámadó csapatnak minden irányból kellett az ellenség tűzével számolnia. A négyszögek egymáshoz képesti elhelyezése is nagyon fontos feladat volt, hiszen ezek a négyszögek segíteni tudták egymás harcát, fedezhették egymást, és egy olyan zárt tűzrendszert hozhattak létre, amely minden irányból pusztíthatta a támadó ellenséget. A kor viszonyaihoz mérten azt mondhatjuk, hogy a császári királyi gyalogos a napóleoni háborúk alatt alapvetően a kor színvonalának megfelelő felszereléssel rendelkezett. Alapvetően a ruházata gyapjú öltözetből állt, amely több réteges volt. Volt egy ing, fölötte egy gyapjú mellény, és felette pedig ez a gyapjú frak. Ezen kívül a katona rendelkezett egy téli kabáttal is, ez a szürke, összetekert kabát, amely a torniszteren látható, amely tulajdonképpen kabátja, takarója és nagyon sokszor sátra is volt, mert elvileg minden egyes katonának szállást is biztosítottak sátor jellegében, de ezek a trének, amelyek szekereken követték a mozgó csapatokat, általában lemaradtak, tehát nagyon sokszor a katonának valóban a kabát volt csak a saját sátra és saját háza. A katona felszereléshez ezen kívül hozzá tartozott a személyes felszerelés, és ez három nagyon fontos kiegészítő. Az egyik a hátamon látható borjú bőrből készült torniszter vagy háti bőrönd, amelyben a katona a személyes felszerelésének a csere darabjait tarthatta, úgy mint csere inget, fehérneműt, esetleg a dohányzáshoz szükséges eszközöket, valamint élelmiszer, tűzgyújtószerszámot és egyéb ilyen dolgokat. A katona másik nagyon fontos kelléke volt a kenyérzsák, amely viszont a másik oldalamon látható. A kenyérzsákban tartotta a napi élelmiszert. Ebbe tömték bele a főtt húst, amely tulajdonképpen a katonának a legfontosabb élelmiszere volt, és ide tették a kenyeret is, amely szintén az élelmiszerellátásnak a legfontosabb részét képezte. A katona fontos eszköze volt ezen kívül természetesen a kantin, vagyis a kulacs. Ez készülhetett pléből, de fából is, ez egy korábbi pléből készült változat. A katona felszerelésének legfontosabb darabja természetesen a fegyver és az annak működtetéséhez szükséges eszközök. Így például a katona felszereléséhez tartozik
a szugony szíj, a szugonytokkal együtt, amelybe ezt a szép hosszú négyévű döfőszugonyt lehet elhelyezni. Valamint a felszereléshez tartozik a tölténytáska, vagy patrontáska, vagy kartus, amelyben 60 töltényt tartott, tehát tulajdonképpen a napi javadalmazást ebben helyezhette el. Ezen kívül ebben a tölténytáskában helyezték el a cserekovákat és a fegyver gyújjukának tisztításához szükséges eszközöket, valamint a kova élezéséhez és a fegyver szétszereléshez szükséges szerszámokat is. A katona felszerelésének egy másik nagyon fontos tényezője, nagyon fontos darabja a fejfedő. Ez kifejezetten az austerlici hadjárat, vagyis az 1805-ös háború idejéből származó fejfedő. Ez bőrből készült, hallható, hogy igen kemény, és tulajdonképpen meglehetősen jól védi a katonának a fejét. Egyetlen hátránya volt, hogy nehéz volt, valamint, hogy rendkívül drága. Látható, hogy még a tarkót is védi, hosszú sildje van, tehát a fölül érkező karcsapást azt nagyszerűen hárítani tudja. Természetesen nem golyóálló, hiszen bőrből készült, ahogy ezt említettem. A katona ruházatának természetesen fontos részét képezte a nadrág, amely a magyar kiegészítésű ezredek esetében buzavirágkék volt, az elején pedig két vitézkötés látható a császári királyi színekben pompázva. A katona bakancsot hordott, ezek általában egy kaptafára készült bakancsok voltak, de ez változó volt, voltak olyan ezredek, amelyek kényelmesebb bakancsot is hordhattak ennél, hiszen a központi előírások szerint elkészített bakancsok azért rendkívül mértékben változhattak még ebben a korban. A katona felszerelésének nagyon fontos részét képezte a nyakra való, amely a nyakat védte. Ez egy bőrszíj, amely vászonba van behúzva, és a feladata az volt, hogy vágások ellen a nyakat, vagyis a testnek az egyik legérzékenyebb részét védeni tudja. A császári királyi hadsereg fejlesztése 1805 után felgyorsult. 15 tábori vadászászlóját hoznak létre a háború végéig, tehát 1815-ig, és ezek a hadsereg elit csapataként működnek majd. A könnyű gyalogosok, vagy vadászok, vagy jégerek különleges fegyverzetet is kaptak. Egy harmaduk húzagolt fegyvert kapott, amelyekben alkalmasak voltak arra, hogy 200-300 lépés távolságon belül egy ember méretű célt megfelelő biztonsággal eltaláljanak. Ezeknek a fegyvereknek a töltése természetesen lassabb volt, rövidebbek is voltak a gyalogsági puskánál, de hosszabb szuronyt kaptak, hogy természetesen ez is vívfegyverként alkalmazható legyen. Ennek ellenére a vadászok feladatai között a közelharc megvívása nem feltétlenül szerepelt. A francia sikereket természetesen a szemben álló felek is próbálták másolni, de ez egy nehéz probléma. Nehéz probléma, mert mint mondottam, az alapja a változásoknak a társadalom szerkezetében keresendő, és ezt a változást más szemben álló országoknál, ahol abszolutizmus van, nem tudják megoldani. Hogyan lehetne a katonákat motiválni? Hogyan lehetne olyan lelkessé tenni őket, mint a francia katonák? Hát erre keresgének megoldásokat a poroszok és osztrákok is, kevés sikerrel egyenlőre. Az osztrákoknál például Károly főherceg, aki már részt vesz az 1796-97-es háborúban is, nagyon jól látja a változások okait, de nagyon nehezen tud változtatni a régi, nagyon megmerevedett birodalmi császári és királyi hadseregi rendszeren. Miket lehet tenni? Hadsereg katonáinak a életét valamelyest könnyebbé tenni, a botozás mértékét csökkenteni. A francia hadseregben egyébként megtiltották a botozást. A tisztek, a legénység szinte tegeződtek egymással. Nem akarták megalázni a katonát, hogy ne vegyék el a kedvét a harctól. Persze a szolgálati fegyelmes értetékot elég hamar kivégző osztag előtt találták magukat, de a katonát, a parancsnokaik egyenlő polgártársnak, bajtársnak tekintették. Ezt a szemben álló hadseregnél nem lehetett megoldani. És így tulajdonképpen csak formai változásokat, harcászatbeli változásokat, szervezetbeli változásokat hajtottak végre, amelyek nyilván megindítanak egy folyamatot, hiszen ezek a változások aztán kihatnak az egész évszázadra, de a lényeget érintően nem tudnak változtatni. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet, a következő alkalomig viszontlátásra!